Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Évadzáró ülést tartott a Vörösmarty Színház, és a hagyományokhoz méltóan átadták az évad színész, az évad színházi dolgozója, illetve a Vörösmarty gyűrű elismeréseket is. Az egyik elismerést ugye Varga Lili kapta, vele már megismerkedhettünk, most pedig vendégem egy kitartó, céltudatos, hatalmas energiákkal, de ennek ellenére feltűnően nagy türelemmel és empátiával rendelkező fiatalember, aki Bika, a neve pedig Andrássy Máté. Szeretettel és tisztelettel köszöntelek. Ez egyébként a horoszkópodból való. Így van, így van. Nos, Budapesten születtél. Majd beszélgetünk a gyűrűről is, mert az azért az fontos állomás, azt gondolom. 1980-ban ez nem titok, tehát egy elég furcsa időszak volt, még messze voltunk a rendszerváltástól. Igen. Milyen egy pesti srác élete abban az időszakban? De érdekes. Igen. Kéne erről talán egy filmet forgatni, eszembe jutott, csak a ház, ahol felnőttem, tehát a gangos bérház. Én még emlékszem, nagymamám élt, és emlékszem az időszakra, amikor zenészek jöttek, bekopogtattak, vagy egy citerás, és beállt a bérház, tehát a földszintjére, és elkezdett zenélni. És mindenki kihozta a gyerekeket, és szalvétába csomagoltunk pénzt, és ledobáltuk neki. Ez egy korai gyerekkori kép. És családok élnek minden lakásban, és mindenki ismer mindenkit, tehát gyakorlatilag egy közösség él együtt. Ez ma már nincs. Ma már ugye abszolút vegyes. Ma már Airbnb-s lakások vannak, ugyanabban a házban lakok. Voltak elköltözéseim ide-oda-amoda, de hogy mennyit alakult azóta? Például csak egy ilyen házból le lehet mérni, hogy mennyi idő telt el, és azok a, tehát például a szüleim ezt a világot már sokkal nehezebben is fogadják be. Hát csodálatos, nagyon jó volt a Bakács, mármint a gyerekkorom, a Bakács tér volt a gyakorlatilag a gyerekkorom színhelye, és miután 7 éves koromban megvásároltak, ez is még a rendszerváltás előtt történt, a Bakonynánai kisházat a szüleim, ahova most nyáron is megyek majd le, akkor ott rájöttek, hogy nem tudjuk mi az, hogy cserebogár, úgyhogy úgy döntöttek, hogy valami legyen. Mi hatan vagyunk testvérek, mindig el kell gondolkodnom rajta, hogy ki ne hagyjak valakit, tehát hogy nekem még 5 testvérem van, és akkor az összes gyerekkel ott megismertek egy picit, hogy milyen a vidéki élet is, tehát erre is oda tudtak figyelni. Boldog, nagy lakásban, jó, szerintem büszke lehetek, hálás. Tehát egy törömetszett pesti srác volt. Pontosan. Tál, aki szinte bizonyos vagyok benne, hogy jó tanuló volt. Mégpedig azért, ami érdekelt minden bizonnyal, hiszen a középiskolai választás az azért ez meghatározza. Tehát ha azt mondjuk, hogy Esztergomba jártál a Temesvári Pellbárt Ferences gimnáziumba, az azért egy elit középiskola volt. Igen, de akkor vagyok nagyon, nem akarok érdekes lenni, de akkor vagyok jó szerintem, ha őszinte vagyok. Én az egy évet töltöttem Szobon az általános iskola után. Esztergomban nem vettek föl, oda a bátyámat felvették, és amiatt a szüleim engem is oda akartak küldeni, de az általános iskolából jövő gyerekkori, hát voltak frusztrációim és a többi, meg figyelemzavaraim, szóval én bukdácsoltam. Ami érdekelt, abból 4-es, 5-ös voltam, de egyébként a reál tantárgyak, a fizika, kémia, matematika, én bukdácsoltam. És a felvételit is elszúrtam, az elsőt. Másodszorra vettek fel a ferencesekhez, akkor is protekcióval. A bátyám tanára vett föl, aki egy alkut kötött velem, azt mondja, hogy ha bármiből fél évkor vagy évad végén, vagy fél évkor vagy év végén bukok, akkor ki vagyok rúgva. Tehát én a ferenceseket így jártam végig, ez volt az alku, ezért aztán volt egy komplexusom is mindenki fel, hogy mindenki teljes értékűen került ide be, és volt egy félelem is bennem, hogy nem fog tudni ennek megfelelni, és akkor ott kiderült ennek hatására, hogy tudok tanulni, van is agyam, meg nem is vagyok annyira hülye a reál tantárgyakhoz se. Ráadásul nem mellesleg egyáltalán megismerkedhettél egy nagyszerű emberrel. Igen. És a Franka színkörrel. Beszéljünk Pásztó Andrásról, hiszen ő egy csoda ember volt. Igen, ő egy csodálatos ember. Hülyéskedtünk az osztályban, már nem is tudom mivel kapcsolatban, de valami ünnepséggel kapcsolatban talán, amit megmutattunk
az egész osztálynak, de ketten-hárman csináltuk, de tényleg most így visszaemlékezve nem tudom többnek nevezni, mint hülyéskedésnek, és akkor mondta a tanár úr, hogy akkor te és te ti gyertek, és akkor legyetek, próbáljuk meg ezt a diák színjátszót, ami most már Bubik színkör, azt hiszem Bubik színkör néven fut. És akkor kezdődött meg, talán hát ezzel nem vagyok egyedül, sok színész kezdte így, hogy szavalóversenyek és a színkör. Tehát, hogy amit lehet, azt kihoztuk a szavalóversenyekből egész országos szinten, és a szín, tehát akkor még franka színkörből. A gimnázium pedig, én azt hiszem, a komplexitása a Ferences gimnáziumnak ma is abban áll, amiben állt akkor, hogy volt egy nagyon határozott rend és fegyelem, de a tanárok olyan mértékben kommunikáltak egymásra, hogy például velem kapcsolatban megbeszélték, hogy lehet, hogy kettesekkel, hármasokkal vagyok matematikából, kémiából, de azon a szinten úgy tűnik, hogy valami fajta útkeresés történt, tehát inkább engedjétek át a fiút a reáltantárgyakból, mert látszik, hogy a másik irányba pedig mutat képességet, és ezt minden diákkal kapcsolatban megtették. Kinek ez ment jobban, kinek az, és megpróbáltak minden szélesebb palettát biztosítani, sportból, csillagászatból, szóval mindenből. És ez be is vált, szerintem ez egy jó módszer, mert így nem kell folyamatos félelemben élni a diáknak, és én így jutottam el az érettségig. Idejekorán kiderült, hogy tehetséges vagy? Kellően tehetséges ahhoz, és elhivatott, és tudatos, hogy a színjátszást választ hivatásul? Idejekorán, ezek összekapcsolódnak, azt hiszem az első két diák színjátszós előadásban nagyon lesütött szemmel és nagyon visszahúzódóan vettem részt, akkor még minden arról szólt, hogy emberek elé kell kiállni, és ez lámpaláz. Akkor még minden a lámpalázról szólt. Aztán jött a Csíksomlyói Passió, amiben én lehettem a Lucifer, és az meg áttörést hozott. Abban a színműben a rossz fiú szerep, mert az meg bátran lehetett harsányabban, illetve valamit ott valami gátlást ott legyőztem, és akkor kinyíltam, és ezzel egy időben kezdtem el, ugye rendkívül jó könyvtára volt, és azt hiszem van is a Ferences gimnáziumnak, és ott elkezdeni verseket olvasni, és drámákat, és a többi. Ebben nem válogattam, tehát én rögtön a francia egzisztencialistákkal kezdtem, ami nem a legjobb kezdés, hogyha az ember drámát akar olvasni, Sartre-ral egészen pontosan, de a lényeg, hogy a kettő elkezdett összekapcsolódni, és akkor rájöttem, hogy milyen egyszerű verset tanulni, hiszen nem is kell tanulni, hogyha jó a vers, hanem magától annyit olvas az ember, hogy belemegy a fejébe, és ugyanez a szerepekkel kapcsolatban, ha jó a szerep, ha jó a szöveg, akkor azzal a szöveggel nincs külön munka. Tehát ugye Sartre-nál tartottunk, ha már egzisztencializmus, akkor a döntés felelősségét is megtanultad. Igen, ez egy vicc a színészek között, nem is vicc, a legjobb fajta humor a színészek között, mert élet van mögötte, az édesanyám színész akarok lenni. Tehát ez minden színész életében elhangzik, és ma már ezt az ember valamivel talán bölcsebben és nagyon sok iróniával mondja ki. Tehát az első pillanat, amikor a szülők szembesülnek azzal, hogy te jó ég, mi fertőzte meg a gyereket, színész akar lenni. És akkor ott megtörtént ez a döntés, hogy én oda merek állni a szüleim elé, mármint a diák színjátszós tapasztalatok, és hát főleg Pásztó András bíztatása révén, és ők azt mondták, amit minden szülő mond, aki nyilván szereti a gyerekét, hogy támogatni fogunk ebben, és akkor így mentem tovább, és próbálkoztam tovább. És a Pesti Magyar Színi Akadémia hogy jött a képbe az egyetem előtt? Nos, ez ugye úgy történik, hogy van egyetlen, akkor még csak egyetlen egyetem, illetve akkor még csak főiskola, oda kell felvételizni, mert rendben van, fiam, legyél színész, de akkor legyél diplomás színész, tehát ne az legyen, hogy innen-onnan. Tehát volt a család elvárása, és volt a saját álom. Megpróbálkoztam vele, és ahogy kellett, ki is csaptak, én se vettem volna fel magam. Kazimír Károly volt a felvételiztető tanár, de rettenetes voltam, más volt a helyzet, túl nagy volt az intézmény, ahol be kellett menni. Fehéringben és mellénykében mentem be, mint egy igazi minisztráns fiú, ami egyébként gyerekkoromban voltam is, és ennek alakulnia kellett még, ennek faragódnia kellett még, még sok-sok dolog várt rám. És akkor jött B-verziónak a Színi Akadémia, ahova szintén felvételiztem, és oda sikerült. Tehát, hogy a tehetségem kapott egy, vagy az önérzetem és a tehetségem kapott egy hatalmas elutasítást, és rögtön utána kapott egy komolyabb biztatást, hogy azért mégsem vagy teljesen reménytelen eset, csak oda még nem, ahhoz még több kéne,
többet kéne nyílni, nagyobbat kéne rúgni kifele, szóval amikor sarokba szorítják a patkányt, picit olyan, és akkor a végén támad. Ez a két esztendő, ez arra szolgált, hogy megtaláld azt az utat, amit aztán a későbbiekben használtál, és elindultál rajta? Így van, és itt kaptam meg ezt a szenzációs tanárt, Isten nyugosztalja, Huszár Lászlót, nemrég ment el, aki úgy csinált, olyan pedagógiával csinálta végig, a Színi Akadémia 3 év volt, végigcsináltam mind a hármat, tehát pont befejeztem, és az utolsó, tehát a negyedik felvételim sikerült a főiskolára. Szóval ő nála nem lehetett elbújni, keményen bevasalta, de hatalmas szeretettel vasalta be azokat az alapokat, ami ehhez a pályához kell, és még azzal annak a generációnak a szigorával és szívével, a Sinkovics Imre, Kállai Ferenc, csak ő nem az ismertebb színész volt ebben a generációban, de ugyanaz az iskola, ugyanaz a félelmetes szigor és az a bálvány színész típus volt a Laci bácsi. És a Sipos Imrével, akit szintén meg kell említeni, mert egy ilyen ember mellé kellett egy olyan ember, aki a generációk között hidat csinál, mert mi azért nagyon fiatalok voltunk a Laci bácsinak. És volt a Sipos Imre, aki meg közelített minket. És hát ott is rengeteg faragódott, nagyon sok naivitás és nagyon sok visszajelzés is jött a vizsgák során, hogy merre tovább, de ott már kifejezetten és kizárólag csak a színészetről volt szó. A maga szerény módján, hogy úgy mondjam. És mindezek mellett statisztálhattunk, elmondhatom magamról, hogy álltam Sinkovics Imre mögött, Kállai Ferenc mögött és Agárdi Gábor mögött, ami egy gyönyörű emlék, de annyit alakult már azóta a pálya, és annyi idő is telt el, hogy mondjam, olyan dolgokat nem tudok sajnos mondani, hogy mennyit tanultam tőle, és ma fel tudom használni. Mert sajnos annyit alakult, olyan mértékűen felgyorsult a világ, hogy azokat a példákat az ember már igazán használni nem tudja. Az artikulációt tudja használni, a kiállást tudja használni, a határozottságot tudja használni, illetve azt a fajta mélységes mély humort, ami ezekből az emberekből folyamatosan áradt. De a legtöbbet nyilván az jelentett, amikor előadásuk után leültünk, és megkérdeztük Imre bácsit, Gabi bácsit, vagy Feri bácsit, hogy hát csak hogy meséljen, csak ide ülünk. Már az, hogy odaültünk, már az azt jelentette, hogy ők akkor elkezdenek sztorizni, és mindenki mindig meg van hívva. És akkor elindult a másik világ, ez az éjszakai, ami ezzel kezdődött, és aztán hát, szóval ott remek történetek hangoztak el. Egyetem. A harmadik esztendőben már nem kerülhetted el a sorsod. Egy remek osztályba kerültél egyébként, hiszen Lukács Andor és Jordán Tamás, azt hiszem, hogy neve sokat mond, nagyon sokat lehetett Igen. tanulni tőlük, és ráadásul ez egy olyan osztály volt, ezt már elmondtam alkalomattán a Krisztiknek, a Nagy Petinek, és ráadásul a Kádas is, tehát ott Igen. voltatok ti négyen, Köszön akiket négyen. Ugyanúgy Csokonai, Forte, Igen. Horváth Csaba, Vörös Igen. Marti Színház. De Igen. most még az egyetemnél tartunk. Nagyon fontos az, hogy milyen téren volt. Ez egy kísérleti, már a tanári kar is kísérleti volt. A Ladányi Andrea, tehát ugye az, hogy a Jordán Tamás és Lukács Andor indítottak osztályt, mellettük a Ladányi, a Méhes László és a Gálfi László is ott volt, és a Ladányi mögött pedig, mint munkatársi kapcsolat, aki jött nézni a vizsgákat, ott volt már a Horváth Csaba. Nagyjából a kezdetektől, de igazából harmadik, negyedik évben mutatta meg magát. És a közösség is jó volt, bár többen voltunk, mint ami egy ideális színész osztálynak jó lett volna. Nekem, amikor visszaemlékszem ezekre az évekre, én a leghálásabb... Egyrészt azokért vagyok, amiket például az Andor mondott, hogy maga ilyen alkat, úgyhogy én magának nem olyan szerepet adok, mert ugyancsak azokat fogja játszani, amikor felnő. Hál' Istennek nem lett igaza, de ha egy klasszikus közszínházba kerültem volna, akkor azokat a szerepeket játszottam volna. Igen. És a másik a Méhes és a Gálfi. Őket nagyon fontos megemlítenem, mert technikailag tőlük ezek a mondatok, hogy csak a következő pillanatra koncentrálj, ne az egész előadásra, mert akkor biztos valamit elrontasz. Nem csak mindig a most bejövök, most leülök, most elmondom, most meg... Csak a következő, ne az egész pályát nézd, hanem csak az előtted lévő pontokat, amik majd oda vezetnek az eredményhez. És akkor fel tudod építeni a kottát, amin végig tudsz menni. De a legfontosabb az egy, hogy minden formálódik. És nem igaz, hogy a humort például nem lehet formálni és oktatni, igenis lehet. És az, hogyha valaki érzi magában, ahogy én is így voltam benne, a valami kis csíráját annak, hogy ennek a helyzetnek van egy fonákja,
akkor bűnös az a tanár, aki ezt elfojtja. És ezek közül egyik se ilyen volt. Tehát viszont feltételez valami fajta intelligenciát is, hogy mer nevetni a tanítványom, mert annál nagyobb visszajelzés nincs, amikor a tanár nem tud megszólalni, úgy röhög, és azt mondja, hogy jó, akkor ezzel most már nem kell többet dolgoznunk, de arra meg arra még figyeljen. Mert akkor rájössz valamire, hogy hé, ez van, ez menni fog, és ezt lehet, ezt még lehet finomítani, lehet továbbvinni. És a méhes kocsis Gergő páros, a zenismesterség, őket ezt nagyon iszonyú szigorú, legszigorúbb tanár volt, rettegtünk tőle, máig visszaemlékszem, volt, hogy hétről hétre 22 jelenetet toltam magam előtt, hogy az ő órájára jól felkészüljek. És ebből meg is maradt valami, nem a félzből, hanem abból, hogy mindig legyek én, mindig legyek kész. A labda mindig, sose pattogjon az én térfelemen, mindig a rendezőjén vagy a kollégákén. Én kész vagyok a szöveggel, nem meg vagyok. És akkor lehet használni ezt a pluszt, ami nagyon fontos színházban, mert nyilván az a tény, hogy amikor megvan valaminek a csírája, és ezt nem elfojtják, hanem teret adnak neki, akkor az egyre több, és egyre színesebb, és egyre jobb. Akkor az abszurd humor, vígjátéki humor, sok minden humor. És ennek nem örültem. Kicsit alázatnak is, de mindenképpen pozitív persze. Megerősítést. Persze. Viszont jó csapat lehettetek, ha így egy az egyben ez a csapat elindulhatott Debrecenben. Mi vitt benneteket a Csokonai Színházba? Mindenkinek más a története, hiszen ezt megkérdeztem Krisztik Csabától és Nagy Petitől is. Volt az ígérete annak, hogy a főiskolám nagyon bezárt, mert a főiskola mindenképpen bezárja az embert, de részben ez is a dolga. Aki ezt a bezártságot nem bírja, az a színházat se fogja igazán. Tehát aki úgy kiszóródik, az később se állna meg szerintem a helyét. De hogy azt a szellemiséget, vagy azt a fajta gondolkodásmódot, amit ott onnan hoztunk, azt talán tovább tudjuk vinni valamilyen irányba. Kicsit egymásért, meg egymásba is kapaszkodtunk, amikor megjött az ajánlat, hogy egybe mehetünk oda. És az igazsághoz az is hozzátartozik, és ez kegyetlenül hangzik, de hogy nem volt az nálunk, hogy 6 ajánlatból válogathatunk. Tehát mi nálunk, illetve egy évvel utánunk, az már a következő Asher Novák osztály volt, akik már egyáltalán nem kaptak ajánlatot. Később persze évekkel később, 2-3 évvel később mindjárt elkeltek, de volt ott egy vákum az egész a színész oktatásban, amikor az összes diákot hirtelen felszippantotta a színház, vagy hirtelen már munkanélkül maradtak, mert annyira sokan lettünk, mint végzős színészek. Ezért főleg egymásért, és azért, mert az Attila személy egy biztosíték volt arra nézve, hogy Debrecenben valami új, valami jó, valami olyasmi kezdődik, amelyhez értékes dolog kapcsolódni. Érdekeltek a lenti kollégák és a beregszászi kollégák, és addigra már kapcsolatba kerültünk a Csabával, de akkor még nem dolgoztunk együtt, aki szintén mondta, hogy jön és rendezni. Tehát javatokra vált a vidék? Ez az új millió? Persze, igen. Mert a színház is egy kicsit más vidéken azért. Bensőségesebb a hangulat. Igen. A gondolkodásmód. Én ezt úgy fogalmazom meg, és ez a folyamat máig tart, hogy egy kicsit mindenki szupersztár akar lenni, mikor végez. Hála, így van, jó. És az ember csöpet megsértődik, hogy nem szerződtette a budapesti katona, aztán kiröhögi magát, meg kiderül, hogy milyen naív. Aztán a második verzió, hogy majd talán a nemzeti, de hát az se, akkor is kiröhögöd magad, és kiderül, hogy naív vagy. És ezeken már nagyon jókat kacagok, ha visszagondolok arra, vagy hogy nem hívják filmbe, vagy egy csomó ilyesmi. Erre mondta a Szacsvai művész úr, hogy ezeket a ballasztokat és sértődéseket kell gyorsan kidobálni a léghajóból, mert később lehúz. Nem, azt nem szabad hagyni. A hátad mögé kell dobni, és kész, el kell felejteni. Mert hát még, Istenem, még kölykök voltunk. Szóval, hogy a naivitásomon rengeteget faragtak ezek a dolgok. Egy vidéki színház is képes rengeteget faragni az ember naivitásán, az ott lévő kollégák. Az első dolog az volt, amikor lementem a Debreceni Színház büféjébe, hogy egy teljesen mintegy, hogy ki, kérdezte, hogy mit iszom 2-kor. Tudom, hogy hát kólát vagy vizet, hát most itt vagyok itt friss színészként, nem fogok itt nekiállni sörözni. Nem, viszkit vagy unikumot vagy vodkát. Mondom, bocsásson meg művész úr, mondom, na erre segbe rugott, és azt mondta, hogy te engem tegezés ne. És egy jó tanácsom van neked, hogy azonnal húzz innen, mert ez bármit csinálsz, vidék, és az is marad. Tehát ez volt a második nap. Ez jó kezdés, azt mondom. Tanulságos. Nyilván utána elkezdtünk együtt dolgozni, és nyilván jöttek rendkívül jó előadások, és nyilván jöttek kevésbé jók, mindenképpen kapott az ember egy hatalmas palettát. És aztán jött a Csaba, aki meg megcsinálta a tavasz ébredését, ami elütött mindentől, de
a legfontosabb az volt benne, hogy megmutathattuk azt, hogy mi a főiskoláról olyan kiemelt mozgásoktatást kaptunk, ami használható, hogyha a dolognak van egy magja, és együtt marad, és sok ember alkotja. És akkor sikerült, olyan volt az, mint valami, hogy mondjam, mint egy ilyen itt vagyunk, tehát hogy tessék, mi meg ezt tudjuk. De nem, ez nem úgy értem a mi meget, hogy ti meg nem, vagy akárki, csak egész egyszerűen mi ezt tudjuk, és ne kezeljetek úgy minket, mint éretlen 10 éveseket és kölyköket, mert valamit tudunk, és ez a színház hasznára fog válni. Csak hogy közben jött a Csányi János igazgatót, menesztette a város, fogalmunk sincs miért, mi a próbateremben voltunk, és utána jött az Attila, és utána eltelt még egy év, 2 évet voltunk Debrecenben így együtt, és kiderült az is, hogy az a nagy szövetség, amit ugye az osztályban éreztünk, az nem feltétlenül életre szóló. Lassan kezdett megtörni ez a dolog. Elment a Péter Zalaegerszegre, elment a Katinka Budapestre, 8-an kezdtük, maradtunk 6-an, és utána jött az ajánlat a Csabától, amikor 6-an voltunk, és így megcsináltuk a Kalevalát is, ami szintén egy ilyen nagy dur volt, hogy menjünk vissza Pestre, és maradjunk együtt, és legyünk egy társulat. És akkor a 6-ból lett 4, és az ment Budapestre. És a Forte. És az lett a Forte, igen. Ugye ez egy évtizede történt. Igen. És ez az évtized elkísér már, mint Horváth Csabástól téged. Igen. Egészen, hála Istennek mondom, Fehérvárig. A Forte, mint mozgásszínház egy különleges, mint ahogy Horváth Csaba is különleges. Minden egyes előadás különleges volt. Ma már természetesnek vesszük, mert tudjuk, hogy van a Forte, de akkor ez nem így volt. Igen. Mi mindent lehetett ott megtanulni? Mi volt az a más, amit Horváth Csabától, illetve az ő rendezéseitől ti kaptatok? Az nagyon szoros kapcsolatot is fűz. Egyrészt a társulatvezető személye, tehát maga a Csaba. Másrészt az egymástól való tanulás. Tehát az a dolog, hogy ő elkezd színészekkel dolgozni, az neki ugyanúgy új volt, mint nekünk az, hogy elkezdjünk egy ilyen számunkra is feltáratlan területtel foglalkozni, hogy nem feltétlenül csak bejövök, leülök, és beszélek egy színpadra, vagy állok, vagy kimegyek, vagy bejövök, hanem hogy futok. Tehát hogy a maga a mozgás, hogy tánccal, mozgással, tréninggel megtámogatott dolog történik, és minden olyan mértékben kiszámolt, hogy nem a végszóra figyelek csak oda, hanem hogyha lejtem, tehát akkor még kihúzhat a sugó, hogyha egy hagyományos kőszínházba dolgozok. Ha viszont a partnert nem kapom el, akkor kitörik a bokája, és megáll az előadás. Tehát, hogy ez egy másfajta koncentrációt képez, ez egy 10 percen belül leizadunk féle koncentrációt feltételez. Valahogy így tudnám tehát hogy magasabbak a tétek, így tudnám körülírni. Mindegyik előadásban jóval magasabbak voltak a fizikális elvárások, mint amihez egyébként nem is tudtunk nagyon hozzászokni, hiszen 2 évet, ami szinte másfélnek megfelelő dolgoztunk kőszínházban előtte, és az a debreceni Csokonai volt. Mindenki a maga útján látott kőszínházat, én is ugye a Pesti Magyar Színházat, a Volt Nemzeti Színházat láttam belülről, láttam milyen egy prózai előadás. Hát ez mindenhez képest új volt, és a tavasz ébredésének a visszajelzése és sikere mutatták, hogy van ebben még potenciál. És a visszatérve az elsőre, hogy a Csaba velünk együtt tanult. Csak ő a másik oldalról velünk együtt tudja azt mondani, hogy eddig ezt az előadást ilyenféle alapanyagot használtunk, most pedig ilyet fogunk, ez a legutolsó, egy jó példa. Az első komédiánkat csináltuk meg az öngyilkossal. Egészen addig fajsúlyos anyagok, regényadaptációk, orosz darabok, tehát hogy Dostojevszki, stb. És most egyszer csak szintén egy orosz, csak egy vígjáték. Mert folyamatosan ott van a humor a társulatban, és folyamatosan ott bugyog az előadásban is, csak nem egy vígjátékot láttunk, hanem egy tragédiát, amiben a kivezető szerep a humor néha. És most fordul az eset, most egy vígjátékot nézünk, ami inkább vicces, de azért ott van a tragédia alatta, és az arányok folyamatosan változnak. Ahogy a tánc is egyre kevésbé volt jelen, szóval ahogy ő is változik, azzal együtt megyünk mi is. Hát rengeteget, de már mintha visszatérve a kérdés, hogy mit ad. Elsősorban egy második családot. Ez egy olyan szövetség, ami nagyon jó emberek között köttetett, bármelyikre rábíznám az életem, és ez szerintem oda-vissza így van. Tehát van egy ilyen hihetetlen mély bizalom, és most már egy elég komoly idő, ami eltelt egymással, és Budapestre visszajövve megtörtént a nagy füzet, előtte is voltak véleményem szerint fajsúlyos előadások, de a nagy füzet volt az, amit egyaránt a szakma és a közönség is úgy fogadott, hogy ja, sziasztok, tehát hogy ja, értem,
Tehát, hogy eddig mondhattam, hogy nem értem, miért balettoznak ezek a gyerekek, szegények, és izzadnak nagyon, miközben a Godóra Várvát játszák, szóval nem ez... És ott az arány, a díszlet, a minden együtt, meg a csillagok úgy álltak, meg a téma akkor jött, minden a lehető legjobbkor történt meg. És ez elkísér máig. És ez máig az 5 éve fut. Benneteket, mindnyájatokat. El fog menni 100-ig, nagyon remélem. Ez fontos, hogy... Tehát ez nyilván szerepet játszott abban, hogy 2013-ban elfogadta a Vörösmarty Színház invitálását. Abszolút. Tehát a Csaba és a többiek, illetve az, hogy itt is lesznek olyan mozgásszínházi produkciók, amelyek egyenes folytatásai, függetlenül attól, hogy a Fortéban játszol továbbra is. Persze. Nagyon nem kéne. Mindenképpen felmerül az igény, mert a másik... Megpróbálom messziről, csak nem akarok, ha túl hosszan válaszolok, szólj. Tehát, hogy amikor az ember így ennyire egy irányba gondolkozik, és évek óta ugyanazokkal az emberekkel dolgozik, akkor nyilván kinyílik a világa fele, vagy szeretne nyitni a fele, hogy egy picit mást is kóstolnék, másokkal is dolgoznék, kipróbálnék más műfajt. És bele-bele kaptunk mellékmunkákba, akkor, amikor még csak a Forte volt. Én is csináltam előadást, vagy próbálkoztam, hogy vígjátékkal, vagy abszurdot olvastam, vagy annyira tetszett, és lelkes voltam, és csillogott a szemem, ezért jöttek velem, és meg tudtam csinálni ezt-azt. Vagy stand-up komedivel próbálkoztam, tehát hogy a Tápszínházba sokat léptem föl, mert amíg a Fortéval dolgoztunk, rengeteget dolgoztunk, de nem volt állandó játszóhelyünk. Ez azt jelenti, hogy az esténk egy hónapban 6 előadásnál nem csináltunk többet, ami nagyon kevés. Ugyanehhez jön hozzá az anyagi szempont, ami meg szintén egy független színház életében. Hát egyrészt sarkalatos, másrészt meg hát elég az, én otthon laktam azóta, tehát addig a pontig. És aztán jött az ajánlat a Cikora János igazgató úrtól és a Fehérvártól, és akkor leültünk megbeszélni, hogy ez hogy lenne jó, sikerült megbeszélni, hogy mehet a kettő, ami egy hatalmas engedmény volt a Fehérvári Színház részéről, hogy minket egyeztetnek, és így egy megbeszélt előadásszámot elkezdhetünk legyártani. Hát féltünk rendesen, ez is megint új mélyvíz, néztük egymást a társulattal egy ideig, és aztán hát Istenem, hát fantasztikus kollégákra akadtunk, és remek előadásokat csinálunk együtt. És miközben megmaradt a trafó, a szkéni. És megmaradt a trafó, a szkéni, és a többi. A Forte. És megmaradt a Forte, és a füzet itt is volt, és nagyon jó is volt, hogy volt itt, meg ugyanaz, ezek a nézők, ez egy máig bennem lévő emlék, amikor itt az első Tapsánnél vagyunk, a Pelikánban, az első Forte is előadással a fehérvári közönség előtt. És lehet gyakorolni azt a fajta színjátszást, amikor a bizonyos rúgónak kell segítenie. Tehát, hogy ez a másik oldal. Hogy mondjam, hogy ez ne hangozzon sehogy. Nagyon izgalmas, mert egyszer csak a díszlet, a jelmez, a kiállás, és tehát hogy lehet ismét hagyományos színésznek lenni, amit akkor láttam. És nyilván mi már nem leszünk soha hagyományos színészek. Valami beleállás, tehát mindenbe viszünk. Tehát egy Horváth Csaba pillangó az más, mint a más pillangója. Ha itt dinamikáról van szó, és annak, hogy használjuk ezt. Igen. Mert hogy ezt, hogy állok meg egy küszöbben, vagy valami, de ezt bármely más előadásba beépíthető. No, azért mondtam a pillangót, mert amikor arról beszéltél, hogy óvatatlanul is jöttek azok a darabok, ahol a súgó is segít, és jelmez, stb. Hát azért a Mester és a Margarita, a Szállok a kukfészkére, a Rajongók, a Szutyok, aztán tavaly a Hülyéje, a Jó embert keresünk, Leonsz és Léna, Carmen, Kafka a tengerparton. Igen. Igen. Tehát ez mind-mind különleges előadás, és ha így megnézzük a rendezőket, ugye nem csak Horváth Csaba, hanem jött Bagó, Hargita Iván, Szikora. Egy remek produkciók sorát mondtam el. Ez mennyire tart téged itt? Hát igen. Ez a főszerepek sorát mondtam ugyanis. Igen, de ez, hogy mondjam, ez mennyire épült? Erősít meg? Ez épült. Az erősít meg, és ez nagyon jó. Úgy értem, úgy épült, hogy jó, de ez mellékszerep volt az első, az ott a fösvény, és aztán egyre, hogy mondjam, ez a itt töltött 5 év, ugye? A Tapsendek széléről így lassan haladok befele. Most mondjuk balra vagy jobbra, az teljesen mindegy, de hogy lassan megyek befele, és ez nyilván az idei év volt, az évad volt ennek a csúcsa, hogy hű a fene, ez már nagyon sok szöveg. Illetve a Rajongók volt még egy ilyen, hogy ez egy nagyon érdekes példa, most, hogy eszembe jut, hogy nem kell mozgás, nem kell izé, megvan a díszlet, megvan a díszlet, de olyan szöveget adok a szátokba,
Ezt kéne elmondani, érthetően, lehetőleg lassan, lehetőleg úgy, hogy ne menjenek haza, és hogy még érdekes, meg szóval borzasztó nehézségű kihívások vannak máshonnan. Azt megegyezni, azt az ember a fejébe tartja, átlagosan egy színész szerintem 8-10 kottát visz a fejébe magával, és akkor még fel tud újítani 5-5 pluszban, tehát olyan 15 előadás kottája van a fejében. És amikor ilyen bonyolult kottákról van szó, az akkor nagyon nagy fegyelmet is igényel. És mondom, hát szépen lassan haladok befelé, hát itt tart, hát itt abszolút, mert aztán meg jönnek az ígéretek, meg jönnek olyan mondatok, amik nagyon régen hangoztak el, vagy egyáltalán nem, hogy hát azért, mert ilyen alkat vagy. Most jönnek azokat a Fehérváron egy picit, amiket az Andor mondott még a főiskolán. Tudod, hogy maga folyamatosan herceget, grófot, bárót fog játszani, mert magas, jókiállású, széles a válla, és tudod szépen beszélni, meg orgánuma is van. Az mindegy, hogy magát a kutya érdekli, meg a macska, meg a szellem, meg a halál, meg ezek. És ezeket is sikerült eljátszani, ez tök jó, ez például a Per Günt volt. Ez vagy jó itt van, a, mondom én. Abszolút, meg a Mester és Margaritában a kutya. Tehát az volt az itteni egyik legnagyobb sikerem, az a hülye kutya. Pedig semmit, ott az kutya legyek. Igen, azt szeretném, hogy kutya legyél. Jó, hát akkor kutyázok. És aztán én erősödött a taps, amikor kint. Ez nagyon jó volt. Hát abszolút. Hát nagyon izgalmas. Egy nagyon díj jó. Általában tetszik, nem tetszik, megerősít. És ráadásul a Vörösmarty gyűrű egy olyan elismerés, amely bensőséges. Igen. Mert a kollégáktól jön. Igen. Tehát annál nagyobb elismerés nincs, én azt gondolom, bármennyire is változott a színész társadalom, bármennyire is barátok kívül belül, kifelé és befelé. Mm-hmm. Én azt gondolom, hogy amikor a színész kollégák mondják, hogy jó, annál nagyobb elismerés nincs. Én... Hogy fogadtad? Én nagyon boldog voltam. Egy borzasztóan nehéz év áll mögöttem. 6 bemutatón volt összesen, 4 a fehérvári, tehát itt Fehérváron, és 2 fortés, és tudnék aludni hosszan, most így 2 hétig fogok is valószínűleg. Ugye kezdődött a Leonsz és Lénával, na jó, sok volt, nem is tudom végigmondani, mert összezavarodom, de a lényeg az, hogy azt hiszem, hogy ilyesmit 2 dologért kaphat az ember. Az egyik az, hogy olyan gólt lő, vagy olyan szerepet játszik el, focis hasonlattal élve lő gólt, hogy mindenki felkapja a fejét, és összebeszélnek, hogy nézd már meg, hogy mit csinál abban az előadásban, mert állati jó, és akkor te is rá fogsz szavazni, vagy meglátjuk, hogy akkor, tehát, hogy, és akkor hirtelen valami olyan dobbanás történik egy színésztől, egy szerepről van szó, hogy bum. Vagy hosszan, lassan, és én ez a verzió vagyok, megbízható tud maradni, és ahhoz képest még, hogyha ez egy grafikon, akkor néha még jobbakat, nagyobbakat, tehát a megbízhatóságon felül még tud nagyokat is dobni. Nem egy nagyot, egy kimagaslót, nem egy Hamletet játszok el hirtelen, vagy egy nagyon jó harmadik Richárdot, hanem a kollégák számára megbízható, igyekszek is lenni, és hogy mondjam, lehet rám számítani. Nem vagyok kiszámíthatatlan, nem késem el, nem, és nem zavarom őket össze, stb. Csak ez egyre nagyobb nyomás alatt történik, aminek szintén örülök, csak borzasztó fárasztó, de nagyon örülök neki, és jövőre valószínűleg még több lesz, úgyhogy hát ki kell aludjam magam a nyáron. De nagyon-nagyon jól esett. Ez mindenképpen egy fantasztikus dolog, amikor többen azok az emberek, akikkel együtt dolgozok, azt mondják, hogy jól csinálod, és csak így tovább, az nagyon jó. Ámen. És akkor visszatérünk, keretbe zárjuk, jó? Tehát a kitartás, a céltudatosság, az energia, a türelem, illetve az empátia mellett azért a tehetség is közrejátszott nyilván ebben a díjban. A szerénység. Otthon vagy? Szerénység. Otthon vagy? Igen, igen. 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 Örülök. Nagyon sok. Örülök neki. És várjuk már Eszterházy Péter Mercedes-Benz című drámáját. Azt hiszem, hogy ez nagy kihívás lesz. Igen. Mindannyian érdeklődéssel. Köszönöm, hogy megtiszteltél, és minden fehérvári színház rajongó nevében még egyszer gratulálok. Jó helyre került ez a gyűrű. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Andrássy Máté volt, a 2017-18-as esztendő Vörösmarty gyűrűs színművésze. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!